Jó estét kívánok, kedves nézőink! a az Amplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, július 16-án, kedden este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Holnap ünnepi keretek között megnyitja kapuit sátoralja jó helyen a Térénék Fesztivál. Mintaértékű lett a hátsófüves és a harmadik félidőbisztró. Klíma, melegben, hűvösen, de nem mindegy, hova szereljük fel a készüléket. Szerdán, az az július 17-én kezdődik a negyedik Dériné Fesztivál sátora a helyen. Kisdomonkos Márka, a Dériné Program igazgatója egy telefonos interjúban elmondta, hogy az első fesztivál volt a próba, a második az ismétlés, a harmadik pedig a hagyomány, így már tradícióként készülnek a negyedik alkalomra. A megnyitón a dériné társulat előadásában a tündérlaki lányok című színdarabot láthatja majd a közönség, de sok más színes program is helyet kapott az esemény sorozatban. A Dériné program égisze alatt idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Dériné Fesztivált sátora jó helyen. Már az első években is nagy érdeklődés övezte, és ez minden éven csak nőtt. Így idén is több ezer szórakozni vágyút várnak a program sorozatra. Kis Domonkos már ügyvezető egy telefonos interjúban elmondta, hogy az évad zárása a Dériné Fesztivál, amelyet nem csak az itt élők, hanem a társulat és a program munkatársai is várnak, hiszen pozitív visszajelzéseket kapnak a közönségtől, így évről évre jó szívvel jönnek vissza. Az ügyvezető hozzátette még, hogy egy saját rendezésű darabja is a színpadra kerül, a nem élhetek muzsika szó nélkül, de ebben idén újítottak is egy kicsit. Örülök, hogy mert tudunk újítani az idén, márpedig pedig ugyan, hogy az előadás végével egy táncházra invitáljuk majd a a nézőket és az adatfogatókat. Az előadásban végig szól a névzene, végig szól a muzsika, kis Ádám vezetésével, és ugyanez a zenekar meg sem fog állni, hanem el folytatja a zenét az előadás végeztével, és Belez fista pedig elindítja a táncházat, úgyhogy azt gondolom, hogy vasárnap este egy fergeteges tánzháza fogjuk tudni zárni a negyedik Dériné-fesztiválsától a jó helyen. A Dériné-fesztivált szerdán, azaz július 17-én ünnepies keretek között nyitják majd meg a Kossuth Lajos Művelődési Központban. Emellett pedig a legkisebbeket is várják majd több előadással. Igen, hogyha mondom, hogy a, a Dériné-program egész éve egy nyári eseményben összefoglalva, így hát várjuk a kicsiket. Ugye, itt van nekünk a Vitéz László, a programunk az óvodásoknak. Hát viszünk az óvodásoknak is uh, programokat, a Vén Diófa titkát, illetve a Vitéz Lászlót uh, című előadást, ez már minket nagyobbak, nagyobbacskáknak is szól. Um, de látható lesz ugyancsak a Vitéz László a programunkból a Krisztus úrunk és a Furia című mese előadás, ezek mind szép halmon. De hogy a Lázár Ervén programmal megszólított általános iskolás közönséget is eljelményekhez juttassuk, a déli létársadalat tematikus toldi kalantúrára, kézműves foglalkozások és mindenféle szuper dolog várja az általános iskolásokat, szintén Szétpalmon. Azonban, ahogy már megszokhatta a közönség, a Borterasz koncertektől lesz hangos a fesztivál második napjától. Four Street, The Beavers, Magashegyi Underground, vagy Zorabuárdát, ugye a a legnagyobbat emeljem ki így a végére, Bován Márkovics és zenekarra érkezik hozzánk, úgyhogy eh, azt gondolom, hogy felcsendülnek a délszláv dallamok is, és eh, hatalmas buli lesz majd a koncerteken is. Kisdomonkos Márk hozzátette még, hogy a fesztivál utolsó simításai már az előző héten megtörténtek, így szinte minden készen áll a szerdai kezdésre. A Kazinci Ferenc Múzeum nagy sikerű hátsófüves kiállítása bezárt a kapuit, majd ezután nem sokkal a labdarúgó Európa bajnokság döntőjével lezárult a kiállításból született harmadik félidő bistró előadássorozat is. Ezzel véget ért egy korszak az intézmény vezetője szerint, ám a kiállítást utaztatni szeretnék, valamint az életre hívott vidéki futballmentő túra sem ér még véget. Arra pedig különösen büszkék, hogy az Empléni Főnix nyomán megszületett a Zalai és a Szatmári Főnix is. Futballmentő körút, kiállítás és előadás sorozat. Bizony sok fele az egyetlen fotókiállításból megszületett hátsó füves, mely szókapcsolat talán keveseknek ismeretlen zemplénben. A Csillag Péter sportúságíró és a Kazinci Ferenc Múzeum közös gyermekeként született kezdeményezés az Európai Labdarúgó Szövetség 2022-23-as Gressrúz díjának ezüstfokozatát vehette át társadalmi kezdeményezés kategóriában, valamint a Magyar Sportúságírók Szövetsége is neki kitélte az év szabadidő sporteseménye 2023-ban címet, így az is elmondható, a sportszakma is felfigyelt rá. Minden túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy brendé vált, annál is inkább, mert az empléni kezdeményezés mintájára az ország más területén is, Szatmárban és Zalában is hasonló futballmentő túra mozgalom indult, ott is megalakultak azok a futballcsapatok, az Alai és a Szatmári Főnix, akik felvállalták ennek a, az ügynek a képviseletét, szervezik ezeket a futballmentő eseményeket a megszűnt falusi futballpályákon, összekapcsolva kulturális és egyéb társadalmi programokkal. Az idei egy fordulópont itt valóban azért a múzeumban összpontosult ennek a történetnek egy jelentős része. Csillag Péter a Nemzeti Sport főmunkatársa mentorálta ezt a programot országos vonat a Kazinci Ferenc Múzeum egyfajta szellemi háttérbázisként, vagy adott esetben infrastruktúrális háttérbázisként is funkcionált a futballmentő túra zempléni állomásainak szervezésében. A kiállítás bezárt a kapuit, és most szeretnék, hogy más vidéki városokba is eljuthasson. A harmadik félidő bistró előadássorozat is lezárult az Európa-bajnokság döntőjével. A futballmentő túrát azonban mindenképpen folytatni szeretnék a jövőben is. Volt ugye egy hátsófüves kupa nevű kezdeményezés, egy olyan versenysorozat, ahol a papíron nem létező megszűnt csapatok számára írtunk ki egy kupát, és nagy öröm volt azt látni, hogy ebbe 12 csapat benevezett. Nagyon izgalmas mérkőzések voltak, és ennek az eredmény hirdetését is a Európa bajnoki döntő alatt tartottuk meg itt a múzeum hátsó kertjében. Nagyon sok tanulsága van ennek a futballmentő túrának, ugye rendre elmondjuk, hogy ez nem egy sport szakmai történet, nem a... Nem a Futball hátországát szeretnénk feltámasztani alapvetően, hogy bármiféle utánpótlás Bázisokat kiépíteni, és sokkal inkább arról van szó, hogy ez egy nagyon éles társadalmi probléma, egyfajta korra. Ez a kis települések elnéptelenedésével, a demográfiai mutatók romlásával, a települések előregedésével valójában sorra szűnnek meg a futballcsapatok, és szerintünk ez elsősorban társadalmi probléma, és így is nyúlunk hozzá. Ugye ez a mozgalom azt vizsgálja, hogy mit jelentett a múltban egy futballcsapat, egy falu közösség életében mit jelentettek a vasárnapi futballmeccsek, és hát hogyan hozható akár csak egy vagy néhány alkalomra valami vissza ebből. Az igazgató hozzátette, még maguk sem tudják pontosan milyen hatásai lehetnek a sorozatnak, de egy biztos, hatalmas szurkolói élmény volt minden helyszínen, ahova eddig ellátogatott a Zempléni Főnix csapata. A berendezések telepítésére és elhelyezésére több szabályozás is vonatkozik. Kormányrendelet és helyi rendeletek is foglalkoznak azzal, hogy műemléki épület, történelmi belvárosi részeken fekvő épület vagy akár társasház esetében milyen engedélyek és egyeztetések szükségesek. Emellett a keletkező kondenzvizet irányított módon a szennyvízhálózatba kell elvezetni, azt az utcára szabadon kivezetni tilos. A nagy kánikulában hatható segítséget tud nyújtani a mindennapokban a klímaberendezések használata. Azonban komoly szabályozások érvényesek a berendezések elhelyezésére. Elsődlegesen az országos település rendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szabályozza mindezt, és bizonyos helyeken, például szellőző kürtőkben tiltja a klímák elhelyezését. Ez a rendelet lehetőséget ad arra, hogy helyi szabályozásban is biztosíthatják a klímák megfelelő elhelyezését, a településkép védelme érdekében így ennek is meg kell tudni felelni. Két részre osztja a város településképi szempontból meghatározó, ez jellemzően a belváros, és karakterű belvárosról beszélünk, és a külső részeknől a belvárosban mindenféleképpen településképi bejelentési eljáráshoz kötött ennek a megvalósítása, és ehhez be kell tartani azonkat a szabályozásokat és előírásokat, ami a rendeletünkben szerepel, nem kerülhet utcai homlokzatra, a kerti homlokzattól is 5 méter távolságba kell elhelyezni, össze kell gyűjteni a kondenzvizét, és egyéb dolgait a berendezési terve és az ott is szabályozza, hogy milyen zajterheléssel, rezgéssel és egyéb hatásokkal lehet a szomszéd dokra való tekintettel is, és körültekintően kell eljárni az embereknek, mert azon kívül, hogy a helyi rendelet és a kormányrendelet is szabályozza, de műemléképületeknél külön eljárásrend van, ott az örökségvédelmi hatóságnál kell megszerezni a szükséges hozzájárulásokat, és amivel sokan nem foglalkoznak, hogy társasházak esetében a társasházi lakóközösségnek is a hozzájárulását be kell szerezni ahhoz, hogy klímaberendezés helyettesen el valaki. Ebből is látható, hogy nem egyszerű a szabályozást átlátni. Azonban könnyen kaphat mindenki segítséget, hogy az ő saját lakhelyére mi vonatkozik. A Város honlapján és a település helyépítési szabályzatnál már meggyőződhet arról, illetve a településképi rendelet mellékleteiben, hogy ő milyen területen vagy ingatlanban lakik. Az áll a -e helyi védelem, műemlékvédelem alatt, vagy bármilyen bidettséget élveze. Ha ezt megtudta, akkor eldöntheti, hogy településképi szempontból meghatározó, illetve nem meghatározó területen van az ingatlanna. Amennyiben meghatározó, akkor mindenféleképpen egy bejelentési eljárást kell lefolytatnia az önkormányzat és ennek birtokában kezdheti el a klíma kiépítését, de ha amennyiben a Városüzemeltetési Osztályhoz vagy hozzám fordulnak kérdéssel, akkor nagyon szívesen segítünk ebbe eldönteni, hogy milyen eljárásra van szükség az ő esetében. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kondenzvíz utcára való kivezetése minden esetben szabálytalan. Ezt alapesetben irányított módon a szennyvízhálózatba kell elvezetni. Köztelületre való kivezetésük nem csupán szabálytalan, ha nem esetenként kórokozókat, penészgombákat is tartalmazhat a víz, így közvetve még veszélyforrást is jelenthet amellett, hogy kellemetlen, ha valaki fejére cseppen belőle. Szeretem, megvédem. Ezzel a mottóval indította el június közepén legújabb toborzó kampányát a Magyar Honvédség. Ennek keretében az úgynevezett területvédelmi tartalékos szolgálat adta lehetőségeket kívánják megismertetni az állampolgárokkal. Csoma Gábor százados, a Miskolci toborzó megbízott vezetője, a Zemplén FM stúdiójában arról beszélt, hogy akit érdekel ez a terület, az jelenleg is csatlakozhat ehhez a programhoz. A magyar haderőt ma a két nagy terület alkotja. Egyrészt a hivatásos, amely a professzionális szinten szolgálatot teljesítő katonákból áll, valamint az ezt kiegészítő területvédelmi tartalékosokból. Ez utóbbi kapcsán egy hónapja zajlik a toborzás, hiszen június közepén szeretem, megvédem, ezzel a motóval indult útjára az a program, amelynek keretében borsoda Zemplén vármegyéből, így a sátora jói helyi toborzó irodán keresztül is jelentkezhetnek a 18 és 65 év közötti állampolgárok mióta elindult a kampány, akkor tényleg az egyetemistától a Eddig, amit hallottam is, a legmagasabb kor volt, ő a 61 éves korig tényleg egy nagyon széles réteget sikerült ezzel az intenzív kampányjal megszólítani, úgyhogy őket várjuk, és akkor ők jöhetnek is a rendszerbe. Ugye egy alkalmasságvizsgálaton kell részt venniük, és hogyha orvosilag és pszichológiailag is megfelelnek, akkor a helyi területvédelmi zászlóajhoz tartoznak, illetve oda szerelnek fel, amely pedig a, a mi esetünkben a kettes területvédelmi ezrethez tartozik, ugye ez Nyíregyházán települ, és ö, ugye három megyét foglal ö, el, idézőjelben, ugye Szabolcs, Hajdubér és Borsod, és itt nálunk ugye a Miskolci 10-es területvédelmi zászlója az, Ahova ők beosztásba kerülhetnek. A kampány legfontosabb célja, hogy olyanokat toborozzon, akik hajlandók kihozni magukból a legtöbbet, akik tenni akarnak Magyarországért, otthonukért és szeretteikért, tette hozzá a százados. A felvételt követően jön a kiképzés választhatnak a tartalékos katonák, hogy mely kiképzési formát választják. Ugye ezt vagy egy egységes alapkiképzésen belül 5 hét alatt, 25 nap alatt tudják le egyben idézőjelben, de hogyha ez nekik nem megfelelő, akkor modulrendszerben is végrehajthatják ezt. Ez alapvetően hétközben, hétvégén kerül végrehajtásra egy-egy alkalommal, 19 modulból áll ez a felkészítési rendszer, és a jelentkezéstől számítva Körülbelül egy év az, ami ö, alatt ez kényelmesen teljesíthető. A tartalékosok esetében ezúttal is érvényben vannak különböző juttatások. Eddig is volt ö, szerződéskötési ugye ez eddig 33 ezer forint volt, most ezt megemelte a, a sereg, ez most már 150 ezer forint. Ezt ö, ugye a szerződéskötés követően kapják meg a tartalékosok, illetve a rendelkezési állási díj is megvolt eddig is, de ez is ö, növekedett, illetve egy kicsit átdolgozásra került. Eddig ugye ez évente egyszer került kifizetésre, most ez is változott, most már havonta kerül kifizetésre, és egy emelt összeg, tehát egy bruttó ö, 600 ezer forint van elosztva, ugye 12-vel ez havi 50 ezer forintot jelent. Azt nagyon fontos hozzátenni, hogy ehhez az szükséges, hogy valakinek meglegyen az alapkiképzése, és ezt követően évente 7 napot rendelkezésre kell, hogy álljon, tehát jöjjön és, és tevékenykedjen a tartalékos területen, mert amint nincs meg ez a 7 nap, akkor a rendelkezés járási díj az folyosításra szünetelni fog tehát ö, nagyon fontos alakiképzés, és azt követően évente hét nap ö, ennyit kér a sereg ezért a rendelkezési állási díjért. Az Abaui Zempléni régióból már most is nagy az érdeklődés, tette hozzá a Miskolci iroda vezetője. Augusztus 10-én újra megszervezik a második cigány ételfőző verseny csátorajói helyen. A rendezvény célja már az előző éven is a közösségépítés mellett az volt, hogy az elkészített ételeket ingyenesen odaadják az arra a rászorulóknak. Lakatos Róbert szervező az Emplén Televíziónak elmondta, hogy már lehet jelentkezni a versenyre, ahol az ételek mellett színes programok is helyet kapnak majd, így a Romano Szúnó táncegyüttes is fellép a sátorai jói helyi ligettére. Egy hagyományos klasszikus étel, a gulyás készül, leves. Hagyományteremtő jelleggel indult el előző éven az első cigányétel főző verseny sátora jó helyen. Finom ételek is még jobb hangulat jellemezte a rendezvényt, amelynek a ligettér, vagy ahogy mindenki ismeri, a csendőrkert adott otthont. A nemzetiségi hagyományok őrzése mellett több fő célja is van a versenynek, többek között a közösségépítés és az adományozás is. Erről beszélt a Zemplén televíziónak lakatos Robert szervező. A verseny célja az valójában a jótékonykodás volt, hogy az induló csapatok, amit elkészítenek ételeket, az valójában kiosszuk, tehát a belépés ingyenes, és a fogyasztás is mindenkinek ingyenes. Ez is próbálunk még jobb hangulatot teremteni. Fellépők lesznek, zenészek, fellép az újhelyi tánccsapat is. Rengeteg felajánlást kaptunk magánvállalkozóktól, üzletektől itt Csátorai újhelyben. Úgy gondolom, hogy helyben most nem nagyon van olyan rendezvény, ami a romákat összetartsa. Próbálunk valami újat alkotni. Lakatos Robert elmondta még, hogy az elmúlt időszakban több mindenben részt vettek a társaival. Ilyen volt például az adományozás is, amelyet folytatni szeretnének a következő hónapokban. A második cigány ételfőző versenyre eddig közel 10 csapat jelentkezett már. Az idei évvel eddig hét csapat van, aki fel van írva, de augusztus 1 szól a határidő, tehát várjuk a további csapatok jelentkezését is. 9 órától van kapunyítás, az étel, amit választanak, az inkább legyen, mert mivel a nevében is benne van cigány étel, tehát ilyen cigány specialitásokat várunk. 9 órától kapunyítás, 10 helyek elfoglalása, 3 órát adunk minden csapatnak a főzésre, tehát egy órakor van vége a főzésnek, és ilyen 2 és 3 óra között lesz a zsűrinek az eredmény hirdetése. Felajánlásokat kaptunk, de szeretnénk inkább magánrendezvényként tartani ezt az eseményt. A polgármester úr az nagyon segítőkész volt, és mindenben mellettünk áll, neki nagyon nagy köszönettel tartozunk. Ahogy már Lakatos Robert is említette, a rendezvényen több előadó és zenekar is fellép, így a Románó Szúnó táncegyüttes is, valamint beszédet sátora újhelyváros polgármestere, Szamosvölgyi Péter mond. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Holnap ünnepélyes keretek között megnyitja kapuit sátoralja újhelyen a Dériné Fesztivál. Mintaértékű lett a hátsó füves és a harmadik fél időbisztró. Klíma melegben hűvösen, de nem mindegy, hova szereljük fel a készüléket. Kedves nézőink, én már megköszönöm megtisztelő figyelmüket friss hírekkel a megszokott időben. Holnap este 19 órakor jelentkezünk, tartsanak majd velünk akkor is. Szantlátásra!